Sziasztok! Nagyon régen jelentkeztem el utoljára videóval, és a blogot is körülbelül egy hónapja pihenő pályára tettem. Ennek személyes okai voltak, de most úgy érzem, hogy van kedvem és időm is visszatérni a videókészítéshez, illetve a blogíráshoz. És most egy Shopaholic videóval készültem nektek, és mivel több videót is fel szeretnék venni ma, ezért bele is húzok, el is kezdtem. A legelső egy táska. Gondolom, hogy nem sokan számítottatok spongyobós és patrikos táskára, de 24 éves vagyok, és bizony, én még mindig nagyon szeretem a gyerekes dolgokat. És nem gondolom azt, hogy ez ciki lenne. Na mindegy, mielőtt elkezdem kipakolni a táskatartalmát, amiben amúgy a vásárolt dolgok vannak, előtte mutatok még egy táskát, ami egy sima fekete táska. Ez ugye teljesen egy ilyen alaptáska a H&M-ből, az előző fekete táskámat kellett helyettesíteni. Ezt a spongyolbos táskát amúgy az anyukámtól kaptam. És akkor a táska tartalmát elkezdve jöjjön egy táska. Ami szintén H&M-es. És én ezt tulajdonképpen egy bevásárló táskának vettem, de szerintem strandtáskának is tökéletes, vagy akár városi szethez is el tudom képzelni. És van még egy táska. Ez egy görögdinnyés. Ez is H&M-es, és ezt is az anyukámtól kaptam. Vettem egy napszemüveget, ezt muszáj megmutatnom. Nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy fekete alapon színes virágok vannak rajta. Alapból szeretem az ilyen kontrasztos dolgokat. Ha már gyerekes dolgok, akkor voltam a H&M-ben, és megláttam egy kulacsot. A szemüveg amúgy C-undás, bocsánat. Na, visszatérve a kulacshoz, megmutatom. Igen, ez egy unikornisos kulacs. És ezt bizony én fogom használni, nem a gyerekek. Szerintem tök jó lesz majd ezt előhúzni a spongyobókos táskából. Akkor voltam otthon májusban Magyarországon, és akkor rendeltem a bbcream.hu webshopból egy új bbcreamet. Ez a, én BRTC-nek mondom, amúgy szerintem BRTC-nek kellene kiejteni, nem tudom. És csak szuperlatívuszokban tudok erről a bbcreamről beszélni. Biztos, hogy lesz a blogon tesztbejegyzés róla, és itt is fogjátok majd még látni kedvences videóban, mert hát tényleg egy állam ez a BB-krém, és amit még otthon vettem, a DM ugye kiherisította a Naked hajápolási termékeket, és ezt a hajon hagyható kondicionálót ezt már használtam, és úgy voltam vele, hogy most ugye féláron is volt, meg amúgy is nagyon jó termék, egyet betároltam belőle. Jó, most tudom, mivel folytassam, jobb legyen ez. A Strauss áruházláncban vettem ezt a mindig a körper peeling testradír, igen, testradírt, amit remélem, hogy látjátok, hogy én egy kicsit keveslem ezeket a kis szemcséket, amik tulajdonképpen hivatottak a radírozásra, viszont elképesztően finom papaja illata van, úgyhogy ez önmagában nálam megmenti attól, hogy kevésbé hatásos. Nem igazán terveztem, hogy ezt megmutatom, ez egy vít arcra való hideggyanta, viszont annyira elégedett vagyok vele, hogy szerettem volna mutatni, hogyha esetleg szeretnétek eltüntetni az arcról nem kívánatos kis szőrszálakat, akkor ezt melegen tudom ajánlani nektek. Jöjjön pár Balea termék. Igen, vettem egy száraz sampont, amire tulajdonképpen nem sok szükségem van, mert nem igazán használom, de így vészmegoldásnak azért nem árt, hogyha van egy kéznél. Vettem egy lábdezodort, ebben már ez a második, amit megvettem. Előtte egy Rossmann saját márkás Fusval lábdezodort használtam, az nagyon nem volt jó. Mert mint hatékony volt, viszont nagyon-nagyon hamar elfogyott, és valahogy az illata irritált, mert kaparta a torkomat. Persze nem a torkomra fújtam, nem azért kapart.
van itt egy balea polotvahab, igen, eszembe jutott. Ebből már azt hiszem ez a negyedik, amit megvettem. Nagyon olcsó, nagyon jó, nagyon elégedett vagyok vele. Ezt a lábkrémet, ezt még Dorkánál láttam, ez a balea ureás lábkrémem. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nálam is hatásos lesz-e. Voltam a Flormárban, egyetlen egy körömlakkot vettem. Reméltem, hogy ez tényleg jól fedő fehér körömlak. Tévedtem. Úgyhogy még mindig keresem a tökéletes fehér körömlakot, és ha körömlak, akkor van itt egy pícváj lak is. Nem tudom, hogy rá fog ez zoomolni, akkor mert úgy, hogy lássátok, de tényleg nagyon szép ilyen kis ezüst lapocskák vannak benne. Ez egy fedőlap természetesen. A Gull márkától beszereztem ezt a Zellvinek Fön Lotion, ami a fönön az ugye a hajszárítás, úgyhogy én ezt hővédőként használom, de fényt is ad a hajnak. Semmi extra, mégis jó kis termékről van szó. Van itt kettő darab bizsú, az egyik egy nyaklánt, ezt még eBay-ről rendeltem, és már teljesen le is mondtam róla, aztán végül megérkezett, nem is tudom, 2-3 hónapos késéssel. És van még itt egy fülbevaló, ami szintén H&M-es. Sajnos nem szponzorál a H&M, de mégis szinte az összes dolgomat náluk veszem, azért mert én eléggé elégedett vagyok a kínálatukkal és a minőségükkel is. Voltam a Body Shopban is, és megvettem a Rainforest samponcsalád festett hajra való samponját és kondicionálóját. Ez már ugye nem az első üveg, amit elhasználok belőlük. Én szeretem őket, hát persze a zsíros korpámon nem igazán segítenek, de azon szerintem semmi, hiába próbáltam ki direkt erre a problémára specializálódott termékeket. Az sem vált be, úgyhogy inkább mosom 2 naponta a hajamat. Az illatát nagyon szeretem, és én azt is szeretem, hogy mindenféle szilikon meg szulfát mentes termékről van szó. Ezt természetesen megérzem a hajmosás közben, mert egy kicsit kubancolódik a hajam tőlük, de már tudom kezelni. Úgyhogy nem akkora probléma ez. És a Body Shopban vettem még ezt a kis úti csomagot. Itt egy hajszám, bocsánat. Ez az Aloe termékcsalád. Mutatom, hogy ez itt egy arclemosó, itt egy kicsi tonik, itt egy nappali és egy éjszakai arckrém. Jaj, de jó kis tört a nap, úgyhogy szerintem teljesen ki fogok fehéredni, mindegy. Ebből a nappali arckrémből egy előző Body Shopos vásárlásomkor kaptam egy kis mintát, és csak 2-szer tudtam használni, de nagyon-nagyon bevált, nagyon puhának és hidratáltnak éreztem utána az arcbőrömet, ezért úgy voltam, hogy mindenképpen ki szeretném próbálni, de nem akartam megvenni a teljes kiszerelésű terméket, a nagyot. És amikor bementem, akkor megláttam ezt a kis szettet, amiben ugye egy komplett arctisztításhoz megfelelő felszerelés van, és szerintem ez égi jel volt, hogy ezt válasszam, mert 18 euróról azt hiszem 12 euróra volt leárazva. Úgyhogy ez csak engem várt. És amúgy elégedett is vagyok vele. Egyedül az éjszakai arckrémnél érzem azt, hogy még most nyáron ez nekem egy picit túl sok, de itt is volt 38 fokos hőség, úgyhogy ez szerintem annyira nem is csoda. Jó, a táska közben kiürült, és azt nézem, hogy ja igen, itt vannak még a ruhák. A C&A-ban vettem ezt a Bosanadrágnak hívják, azt hiszem, a mintáját szerettem volna, hogy lássátok, és szerintem látjátok is. Nagyon jó, nagyon kényelmes. Akkor találtam színes leggingseket, aminek nagyon örülök. Az egyik egy ilyen fekete-zöld és citromsárga keverék a H&M-ből. A másik, ez egy sötét lila alapon színes levelek, és hát ha jól látom, akkor papagájok, meg virágok vannak. Ez a C&A-ból meglepő, de a C&A kínálata most egész jó. Ahhoz képest, hogy régóta nem találtam náluk semmit. Vettem egy inget a H&M-ben. Nem tudom, ezt lehet, hogy már mutattam nektek, de nem vagyok benne biztos, mindegy. Ez egy ilyen
ez ocelot vagy leopárd minta. Fogalmam is nem értek az ilyesmihez. Mondtam már, hogy ez is a Houndoom-ből van? Igen, van itt még egy Houndoom-ös póló, aminek így a színe teljesen más, hogy jön vissza kamerán. Na mindegy. Ezt is nagyon szeretem. És a legutolsó blúz is a Houndoom-ből van. Ez egy nagyon szimpla, egyszerű zöld blúz. Igen, hát ennek se adja vissza a színét a kamera megfelelően, mindegy. Egyszerűen nagyon-nagyon szeretem a Houndoom plusz részleg ruházati kínálatát. A legutolsó dolog pedig egy vászoncipő, amiből sosem elég. Ez most épp egy almazöld darab. Hol vettem? Ja, New Yorkerben. Igen, ennyi lett volna azoknak a termékeknek a listája, amiket az utóbbi időben vettem. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!